Lakatos Mónika, a Romengo és a Cigány Hangok énekesnője 2020-ban kapta meg a Világzene Oscar-díjának számító Vomex életműdíjat. Most különösen hálás és boldog, hogy a nemzetközi kitüntetés után itthon ilyen rangos díjjal ismerték el a munkáját. Amikor először meghallottam, hogy Kossuth díjat fogok kapni, szóhoz sem jutottam. Kérdeztem a hölgytől, aki fölhívott, hogy ez biztos. Meséli az Indexnek nevetve Lakatos Mónika énekesnő, aki nagyon boldog a kitüntetéstől, ami nagy bizalom és nagy felelősség is. Mint mondja, nagyon pozitív, hogy így elismerik az ember munkáját, és ez arra ösztönzi, hogy továbbra is magas szinten üzze azt, amit csinál, és elérje azt a célt, amit kitűz maga elé. Ez jó példa lehet a fiataloknak is, hogy kitartóan érdemes foglalkozni azzal, amit szeretnek csinálni. Lakatos Mónika második magyar és első cigány előadóként 2020-ban vehette át a Világzenei Expo életműdíját, a Vomex Artist Awardot. Hála van bennem, hogy egy ilyen nemzetközi díj után a hazája is elismeri ember munkáját. Nagyon pozitív érzés, köszönet érte. Most a Kossuth díjat első a hagyományokat is őrző Olá cigányként, ráadásul nőként kapta, ami triplán nagy megtiszteltetés. Magyarként, Olá cigányként és nőként is örömmel és büszkeséggel tölt el a Kossuth díj, mondja az énekesnő, aki azért emeli ki Olá cigányságát, mert őrizik a cigány hagyományokat, beszélik a nyelvet és a folkzenét képviselik. Lakatos Mónika hangsúlyozza, hogy mindezt közösen érték el férjével, Rostás Mihály Mazsival. Legszívesebben neki adnám a díjat. Az énekesnőnek a nem sok ideje marad a családi ünneplésre, mert a protokolláris köszöntések után indulnak a Romengóval Dubajba koncertezni, azt követően pedig Litvániába utaznak a Cigány Hangokkal. De a zenekarral biztosan ünnepelnek majd.